Мили diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne pozvala k sledovaniu nášho programu, v ktorom dnes po našich správach uvidíte zábery, ktoré sme natočili v centre našej obce pri príležitosti Dňa maďarského básnictva. Potom vás zavedieme na zápis budúcich prváčikov do obidvoch našich západných škôl a následne uvidíte zábery, ktoré sme natočili v priestoroch miestnej knižnice na prezentácii knihy autora Tibora Somolajho s názvom Parkrešő. Tisztelt nézőink, engedjék meg, hogy mai műsorunk megtekintéséhez invitáljam Önöket, melyben ma híreinket követően a Magyar Költészet napjára emlékezünk a falu központjában készített felvételeink által, majd mindkét alapiskolánkba látogatunk a jövőbeni elsősök beiratkozására, végezetül pedig mai adásunkat Somolai Tibor Párkereső című könyvének bemutatóján készített felvételeinkkel zárjuk. Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z Kukanádom sa uskutoční dňa 3. mája v piatok. Tudatjuk a lakossággal, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére május 3-án pénteken kerül sor. Samospráva obce Belce a Hornozemský, Husársky a tradície zachovávajúci spolok vás srdečne pozývajú dňa 27. apríla v sobotu na 25. ročník spomienkového jarného ťaženia s nasledovným programom. O 10:30 sa uskutoční kladenie vencov pri pomníku pred rekreačným strediskom Ardea. Spomienková slávnosť sa uskutoční na hlavnom námestí obce so začiatkom o 11. hodine. Slávnostný príhovor preniesie sa bol dvoja starosta obce. V programe vystúpia ženský spevácky zbor pri Čemadoku, žiaci základnej školy Janoša Štampajho s vyučovacím jazykom maďarským, tradície zachovávajúci spolok Igmand a umelec pán Mikuláš Vestergan. V ďalšom programe sa uskutočnia vojenské ukážky, historická prednáška a jazda na koni. Každého srdečne očakávame. A Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület Köbölkút község önkormányzatával karöltve szeretettel meghív mindenkit a 25. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjára tiszteletére rendezett emlékünnepére, melyre április 27-én szombaton kerül sor a következő programmal. 10:30 koszorúzás a Köbölkúti csata emlékére állítatott obeliszknél az Ardea üdülőközpont előtt, aztán 11 órától az ünnepi megemlékezés a község főterén folytatódik. Köszöntőt mond Bolya Szabolcs, községünk polgármestere, ezt követően fellépnek a Csemadok mellett működő asszonykórus, a Stampai János alapiskola szavalata, az Igmándi Hagyományőrző Egyesület toborzótánc, Vesztergán Miklós tárogató. További programban szerepel történelmi előadás, gyalogsági és tűzérségi bemutató, alakzati bemutató, lovasság bemutatása, valamint lovagoltatás. Mindez a község főterén, melyre szeretettel várnak mindenkit. Národná transfúzná služba Slovenskej republiky a Slovenský červený kríž sa obracia na vás s prosbou o darovanie krvi. Krv môžete darovať v obecnej knižnici Janoša Štampajho dňa 2. mája vo štvrtok ráno od 8. hodiny do 10. hodiny 30. minúty. Prineste si so sebou občiansky preukaz a kartu poistenca. A Nemzeti Transfúziós Állomás és a Szlovák Vöröskereszt önkéntes véradásra kéri fel Önöket. A véradásra községünkben május 2-án csütörtökön nyílik lehetőség reggel 8 órától a Stampai János községi könyvtárban. Hozzák magukkal személyazonossági igazolványukat és a biztosítási kártyájukat.
Местная организация Čemenokov Belciech vás srdečne pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční dňa 4. mája v sobotu so začiatkom o 16. hodine vo dvore Domu ľudových tradícií. Pre deti aj dospelých pripravujú rôzne programy, ako napríklad stavanie mája, remeselnícky trh, drevené hry pre deti, modelovanie a práca s hlinou, pečenie posúchov a opekanie slaniny. O 18.30 vystúpi Tokáčlova. O dobrú náladu sa postará DJ Tomáš. Občerstvenie bude zabezpečené. Súroviny na opekanie si zabezpečia účastníci sami. Na podujatí ponúkajú príležitosť záujemcom, remeselníkom predávať svoje domáce produkty. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v obecnej knižnici Janoša Štampajho u pani Denisy Pastorovej na telefónnom čísle 0915 538 721 a to do 29. apríla 2024. Organizátori každého srdečne očakávajú. A Csemadok helyi alapszervezete szeretettel meghívja falunk lakosait egy családi piknikkel egybekötött májusfa állításra, mely május 4-én szombaton 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a tájház udvarán. Felnőtteket, gyermekeket egyaránt várnak a következő programokkal: kézműves vásár, agyagozás, fa, gyermekjátékok, kemencés, lepénysütés. Továbbá 18 óra 30 perctől fellép Takács Lala. A jó hangulatról DJ Tamás gondoskodik. A frissítő biztosítva, a sütéshez viszont az alapanyagokat mindenki magának biztosítja. A rendezvényen a kézműveseknek lehetőségük nyílik saját készítési termékek árusítására, ez iránt érdeklődők jelentkezhetnek április 29-éig a Stampai János községi könyvtárban Pásztor Deniszánál, illetve a következő telefonszámon 0915 538 721. Mindenkit nagy szeretettel várnak! Komisia pre životné prostredie pri obecnom zastupiteľstve a samospráva obce Belce v záujme skrášenia našho okolia organizovali dňa 6. apríla dobrovoľný zber odpadu na území obce. Akcie sa zúčastnilo asi 40 občanov, vrátane členov miestneho polovníckeho združenia. Dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť okolie medzi zariadením Ardea a bývalej tehelne, okolie poľnej cesty spájajúcu koniec Novozámockej a Trstinovej ulice, časť lesa pri uzatvorenej skládke odpadu. Vyzbieralo sa približne 180 vriec odpadu a jeden kontajner odpadu väčších rozmerov. Pre účastníkov z prísad, ktoré zabezpečili miestni polovníci a samospráva obce, pripravil chutný guláš diviny pán Gabriel Vernet. Ďakujeme všetkým zúčastneným iniciatívnym občanom, ktorým nie je ľahostajné prostredie našej obce. A képviselő testület mellett működő Környezetvédelmi Bizottság és Köbölkút Község Önkormányzata községünk szépítése érdekében 2024. április 6-án önkéntes személygyűjtés szervezett falunk területén. Az akción körülbelül 40 lakosunk vett részt, köztük a helyi vadászszövetség tagjai, akiknek sikerült megtisztítani a szemétől az Ardea és a volt téglagyár közötti területet, az érsekújvári utat és a Nádrajáró utcát összekötő földes út környékét, illetve a lezárt szeméttelep melletti erdő egy részét. Mintegy 180 zsáknyi, illetve egy konténernyi nagyobb méretű szemét gyűlt össze. Bennett Gábor a résztvevők számára igen finom vadgulyást készített, melyhez a helyi vadászok, illetve a községi önkormányzat biztosította a hozzávalókat. Köszönjük minden lelkes résztvevő lakosunk segítségét, akik számára fontos környezetünk védelme. Na pietu zdobiacu stenu domu smutku sme umiestnili meno umelca, ktorý ju zhotovil, vyjadrujúc vďaku za tento štedrý dar venovaný našej obci,
respektíve vzdávajúc hold odkazu medzičasom zosnulého umelca Lászlóa Szabóa. A ravatalozó faládíszítő piétára kihelyeztük az azt kiegészítő művész nevét, ezzel is köszönve nagylelkű adományát a község részére, illetve tisztelegve az időközben elhunyt művész Szabó László hagyatéka előtt. Riaditeľstvo a žiaci základnej školy Jánoša Štampányho pri príležitosti Dňa maďarského básnictva organizovali dňa 12. apríla v centre obce spoločnú recitáciu, v rámci ktorej účastníci spoločne zarecitovali báseň Attilu Jozsefa s názvom Mama. K spoločnému recitovaniu sa mohli pripojiť aj rodičia a ďalší milovníci poézie. Zároveň po obede sa v budove školy uskutočnil koncert pre žiakov a pedagógov školy. A Štampay János alapiskola pedagógusai és diákjai a Magyar Költészet Napja alkalmából a falu központjában egy közös vers szavalattal emlékeztek meg a magyar irodalom neves alkotóiról. Idén József Attila Mama című versével tisztelettek, melybe szülők és mindenki, aki éppen arra járt, bekapcsolódhatott. Utána pedig az iskola falai közt egy koncerttel zárult ez a megemlékezés. Szép napot kívánok! Tisztelt járókelő, kedves vásárló közönség, ha esetleg volna egy ilyen 3-4-5 percük, esetleg megkérném Önöket, hogy közelítsenek ide felénk, ugyanis a Štampay János alapiskola diákjai készültek egy kis rövid szösszenettel. Ugyanis tegnap volt április 11-e, és április 11-én, azaz József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet Napját. És hát azért vonultunk ki a gyerekekkel, hogy közösen elmondjuk József Attilának sokunk által is ismert, jól ismert versét, a Mamát. József Attila édesanyja, Bőce Borbála, mosónő volt, egyedül nevelte József Attilát és két nővérét is. Korán meghalt, mert a mosónők korán halnak, ahogyan írja József Attila egy másik versében, az Anyám című versében. Anya halálakor a költő 14 éves volt, és 16 évvel anyja halála után pedig pszichoanalízisre járt, erre kényszerült, és a pszichoanalízis során bukott felszínre újra, újonnan édesanyjának az alakja, és hát sokat gondolt rá ebben az időszakban, ahogyan ezt a Mama című versében is leírja. Úgyhogy ezt a verset szeretnénk közösen elmondani a diákokkal, és hát arra bíztatunk mindenkit, hogy aki ismeri, vagy aki nem ismeri, akkor itt néhány papírt szétosztottunk, esetleg mondják velünk közösen. Köszönjük szépen! Köszönjük a kedves szülőknek,
polgármester úrnak, volt kolléganőnek és mindenkinek, aki ide állt közénk. Ez hagyomány nálunk, hogy így emlékezünk meg április 11-én, ma 12-én a költészet napjáról, és mi az iskolában ezt fogjuk folytatni. Kedves tanítványi, tanítóbácsi, gyerekek, szeretettel köszöntünk egy régi ismerősnek, hát nektek mindennapos ismerős szinte, Danci Mónika tanítónénit a körünkben, és a kollégáját, Václav Tihamér urat, aki... a jól ismert Hajnalvándor együttes tanjai és a költészet napja alkalmából megzenésített vers csoportra jöttek el hozzánk, hogy pontosan miről fognak énekelni, azt majd Mónika tanítani részletezi. Akkor szeretettel köszöntelek én is benneteket, bele is várok a közepébe. Nyilván, hogy gondolhatjátok, hogy nem csak egyszerű verseket, vagy ismert verseket hoztam nektek ide, meg azt is gondolhatjátok, hogy együtt fogunk majd egy kicsit dolgozni ennek érdekében, hogy ma jól érezzük magunkat. Biztosan hallottatok róla, hogy nekem van kettő verses kötetem is. Ebből az egyik, a második verses kötetemből szeretnék nektek egy üdvözlő verset elmondani. A versről annyit, hogy kit érdekel a vers? Minek hozzá? Én nem tudok verseket olvasni. Annyit kellett itt tanulni, meg mikor versenje, meg mit tudom én. Minek az a vers? Nem is értem. Miről van benne a szó? De van, hogy igen, én szeretem a verset. Ez jó dolog. De amikor ünnep van, amikor iskola évvége van, amikor tanítónak van, amikor anyáknak van, amikor karácsony van, amikor gyászolunk, vagy amikor örvendezünk, óriási ünnep, karácsony, valami. Akkor verset veszünk elő, mert az összesűríti a lelkünkben mindenféle érzést, és gyógyít, erősít, átsegít. És hogyha azt még énekelve csináljuk, akkor az ének segít ahhoz, hogy ott maradjon a lelkedben. És én ma hozok nektek olyan énekeket, amiket fogtok ismerni, és olyan szövegeket fogunk rá énekelni, amit eddig még sose énekeltetek. És akkor kezdem, az első legyen egy vers. Az a címe, neked adom. Ha már Isten megengedte, hogy a szemem fényét ejtse, ha már kezem mozdíthatom, úgy döntötte, neked adom. Mi értelme fölébredni, hogyha nem láthatnál senki? Mi értelme írni, szólni, kertben kis pillangót fogni, ha nincs kivel megoszthassak? Kin uralkodik hatalmad? Azért születtél a földre, igazítsd, ha utat görg. Járj azokkal, akik élnek, együtt boldogok legyen. Elfogadom a megtartásait. Mutatom, és akinek van kedve, ezt azért tanítom meg veletek, mert szeretném, hogyha pozitív pletykát kezdenétek el ebben az iskolában. Mondjatok egymásra jókat, mondjatok egymásról jókat. És ha valaki rosszat akar mondani a másikról, akkor azt jusson eszedbe, hogy pozitív pletykát kell terjeszteni, jó? És akkor ilyeneket lehet egymásról mondani. Szívedre béke szálljon, testedben épség háljon, napodba szépség vágyjon, ringa érkezve várjon. Szívedre béke szálljon, testedben épség háljon, napodba szépség vágyjon, ringa érkezve várjon. Na most még egyszer. Szívedre béke szálljon, testedben épség háljon, napodba szépség vágyjon, ringa érkezve várjon. Mutatom tovább.
ügyesek vagytok. Rövid dolgokat fogok csinálni, hogy a figyelmetek itt maradjon. Következő Vörös Sándor vers következik. Nagyon-nagyon ajánlom a figyelmetek, de néhány sem az egész. Ért már veletek egy fájdalom? Na pont. Szomorúság? Jaj, nem mondjátok már, hogy nem. Akárhányszor megkérdezem, hogy milyen napotok volt, legalább ketten a háromból azt mondják, hogy rossz. Nem akarok itt lenni, nem akarom ezt csinálni, elegem van belőle, mikor megyünk már. De jól vigyázzatok, mert egyetlen egy esélyetek van a most. Mi fáj, ami volt, és elszökött. Később majd visszajönnél még az iskolába, később majd megélnéd még újra ezt a pillanatot, de már nem lesz. Elszökött. Emléke lenni a táj fölött. Vissza fogsz emlékezni, milyen jó lett volna. A vándorút, a most, a zsák, amit kaptál hozzá, hogy megcsináld, amit csinálhatsz. A bot, a segítséged, az osztálytársad, a tanítónyanyag, a szüleid, mindenki. Meg nem becsültem, elhagyom. Ez így jó. Gondolkodjatok el rajta. Mi ezt így énekeljük, ezt a dallamot, én írtam hozzá. Fogadjátok szeretettel. Uskutočnili zápisy detí do prvého ročníka základnej škôl. Zápisy budúcich prváčikov zachytila naša kamera v obidvoch našich základných školách. V nasledujúcich minútach teda budete mať možnosť vidieť aj vy, ako zvládli túto prvú dôležitú skúšku vo svojom živote detičky. Najprv zavítame do základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským a následne do základnej školy Janoša Štampajho s vyučovacím jazykom maďarským. Nemrégiben zajlottak az iskolák első évfolyamába való beiratkozások a helyi alapiskolákban. Ezen eseményeket mi is rögzítettük kameránkkal. A most következő percekben bemutatjuk önöknek, miképp vették az első komoly kihívásokat és feladatokat a jövő kisdiákjai. Elsőként a szlovák tanítási nyelvű alapiskolába, majd ezt követően a Stampai János alapiskolába kalauzoljuk el önöket.
na vaše mená. Tak ja som pre vás pripravila, máte pred sebou takto papiery, kde každý z vás s perom, ktoré nájdete vedľa papičiek, každý nájde jednu peru má. A pokúsite sa mi napísať na tú čiaru vaše meno. Ja to viem. A ja. A ja. A ja skúsim moje napísať. Thank you.
teraz veda vás, či poznáte farby. Ja. No, uvidíme. Takže každý z vás si vyberie a ukáže mi, tak to zdvihne. Červená. Takúto zelenú farbu. To je červená. Ja som sa pomýlila. Takúto zelenú farbu. Alebo takú. Obidve sú zelené? Áno. Nie. Aké sú? Jedna je zelená. Zelená, druhá je aká? Mávo zelená. Aká? Mávo zelená. Mávo zelená, výborná. Tak si zoberiete bledozelenú. Každý si zoberie zelenú, bledozelenú. Ukážte mi hore bledozelenú. Tú svetlejšiu, svetlejšiu zelenú. A vyfarbite na tomto obrázku druhý balón so zelenou. Vypočítajte, ktorý je druhý balón. Druhý. Jeden. Dva. Takže ten druhý vyfarbíme zelenou farbou. Druhý zelenou. Jeden, dva. Ten. Jeden, dva. Jeden, druhý. Presne tak. Prvý, druhý. Druhý. Ešte jednu farbu sa chcem opýtať, či poznáte, ktorá je žltá. Áno, poznáme. Ukážte mi žltú farbu. Výborne, ukážte mi žltú. Hore, dáme žltú farbu. Žltá. Výborne, každý. A moje slnko je žlté. No, perfektne, ja moje žlté. To je druhá žltá. Ešte, čo všetko je žlté? Napríklad v tretom triede. Suchá kráva. Aj. A v tejto triede čo vidíte, čo je žlté? Ešte. Na včeli. Včelky, výborne. Včeličky sú žlté. To. Ešte. No, ešte čo tu je? Ešte je veľký je žlté. Aj tam sú. Aj tam sú žlté. Aj tam sú. Tak teraz ten prvý balón vyfarbíte zo žlté. Ten úplne prvý. Ten plný, prvý balón. Tento veľký štvorec, taký
isto ako i ten malý, ktorá je prvá farba, každý má iné, takže sa nebudem pýtať, lebo štvrtáci to robili, takže každý bude mať asi niečo. Zatiaľ to každý robí. Dobre, takže neviem, vymyslite takú úlohu, aby ste sa pomýlili a vrátili do školky. Teraz to znači, že nemám na vás. Thank you.
čo? Čo je na to pracovné? Ja mama! Vašou úlohou bude otočíte si papier tak, aby vlasy boli dole hlavou. Presne tak. Ďakujem. Dole hlavou. Potom si zoberiete nožice, ktoré vám dám, ale budete musieť veľmi opatrne, aby ste sa a pomôcou, alebo podľa tých čiar, nastrihate vlasy. Úplne rovno sa pokúsite presne na čiare. Počítame 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 a 11. Veľmi dobre. Dovtedy budete mať ešte ale jednu veľmi, veľmi ťažkú úlohu, každý jeden z vás. Do septembra sa budete musieť naučiť básničku, ktorú vám otecko a mamička ukážu, ktorú ste dostali. Pani učiteľky pošepkali, že niektorí z vás, a prosím vás, prihláste sa, nevykrikujte, zvihnete si ruku, zvihnite. Kto by mi vedel povedať? Ešte ani neviete, čo chcem. Kto vie povedať nejakú básničku? Kto pozná básničku? Ale pesničku. Všetci vedia naraz pesničku? Alebo... Ako chcete? Naraz? Chcete spievať? Áno! Tancovala babka s detkom, rozsypala múku z vrečka. Počkaj, počkaj, babka stará, ako si to tančovala. Nehnevaj sa, detko, detko, pozrievame spolu všetko. A keď všetko pozrievali, už sa viacej nehnevali. Tak sa pekne. Ja som kvietok pieročka. Také. Také dievo. Také. A také a pieročka. A kráva, také šaty. Hrejma slnko, hrejma tak. Ešte kto skúsi nejakú bachu? Tepoň som tu bachu. Ja. Čepiam sienku majčovom, pie budí sa jeden sion. Zakývotaj vetičkami, vítajte, zestají s nami. Poďte púčky nakonaj, uziejaj, uziejaj. Chcel by ešte niekto povedať? Jeden kumačko nebude, kto povie? Ja. Kto chce, postavte sa. Kto chce povedať? No, postavte sa. No, postav sa. Môžete aj všetci. Jeden, kto
Ďakujem vám veľmi pekne, boli ste veľmi šikovní a veľmi zlatí a zvládli ste všetko. Takže ja by som vám chcela nakoniec zagratulovať a odovzdať pamätný list do zápisu. A ešte úplne posledné, ja by som sa chcela presvedčiť o tom, či poznáte svoje mená. Takže budem čítať vaše meno a vy sa mi prihlásite. Prihlási sa, ktorý to je? Takže Vajet. Pál, nech sa práci, gratulujem, ruku mi podaj. Gratulujem, môžeš sa, v septembri sa stretneme. Hanka. Prihlási sa Hanka. Nech sa páči. Gratulujem, Hanka. Ladislav. Výborne, Ladislav. Nech sa páči. Gratulujem. Matúš. Matúš je tiež zapísaný do prvej triedy. Gratulujem. Leonard. Gratulujem, Leonard. Aha, druhý Leonard. Ja. Gratulujem. Patrik. Patrik. Stretneme sa aj s Patrikom v septembri. Gratulujem. Kristian. Gratulujem aj tebe. Stretneme sa. Roberta. Nech sa páči, gratulujem, Roberta. Dominik. Ja. Dominik. Nech sa páči, gratulujem. Meliska. Gratulujem, Meliska. Damia. Možno sa stretneme, možno nie, ale gratulujem. Žofia. Najlepšie nakoniec. Druhú ruku. Lebo ja z tohto zvyknem. Dobre, gratulujem. Takže sa veľmi teším na vás. Stretneme sa v septembri a nezabudnite na básničku. A teším sa aj na rodičov a na spoluprácu s vami. Tisztelt szülők, anyukák, apukák, nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a gyönyörű tavaszi napon. Ugyanis eljött annak az ideje, hogy beiratkozzatok az iskolába. Játékos lesz tanítónéni, ugye? Itt van Veronika tanítónéni, Kati tanítónéni, Kálma emlékeztek, Olga néni is itt van, őt is ismeritek már. És megnyugtatlak benneteket, hogy semmi olyan nem lesz, amit ti nem tudnátok. Jó? A kedves szülőkhöz szeretnék szólni. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Habár tudjuk, hogy azzal, hogy beíratják a gyerekeiket, ezzel még csak az első lépést teszik meg. Még szeptemberben is szeretnék Önökkel találkozni. Én azt gondolom, hogy a legjobb helyre hozták a gyerekeiket, minden hangzatos szavak nélkül, és olyan hasonlózatos tanítónénik dolgoznak ebben az intézményben, akik imádják a gyerekeket, le tudnak ereszkedni a gyerekekhez, és sok-sok játékkal tanítják meg a gyerekeket az ő ismereteket. Harmadikosok készültek, kedves gyerekek, nektek egy kis műsorral, aztán pedig Bachorec Veronika tanítónéni és Fialaton is Katalin tanítónéni átveszi a terepet, és fogtok játszani, és megmutatjátok azt, hogy valójában mit is tudtok már. Tehát mi is a harmadikosok nevében köszöntünk mindenkit, és fogadják, szeretettel fogadják, szeretettel azt a kis műsort, amit ők készítettek elő, a tehetségüket fogják most megmutatni, ugyanis vannak közöttük versenyszerűen szavalók, és továbbjutók is. Lesz majd olyan, amikor majd lesz a kérésem a gyerekekhez és a felnőttekhez is, hogy
szeretném, hogyha egy kicsit aztán együtt is működnék. Először az Elinát fogom megkérni, hogy mondjál a nyertes versét. Bábel Antónia a világjáról fogja fel. Volt nekem egyszer rég egy huncut fogkefém, egy pohárban lakott a mordó peremén. Reggel este tisztára mosta az ínyemet, cserébe várta a legfrissebb híreket, mert kíváncsi egy szerzet volt, azt meghiszem. Tudni akarta a világról, hogy milyen. Egy szép napon elbújt a szappantartó mögött, sinított ablakon át, hopp, megszökött. Hallottam aztán hírét, mert amellé jár, csak összekelt minden, hogy éppen megsikált. Fényesnek elkérte a nagy templom tornyát, s kikormolta a mozdony kémény torkát. Aztán a vonaton felutazott Pestre, s egyre csak a sikálni valót kereste. Kérdezgette, az országházat kilátta, mikor meglett, hófehérre sikálta, a Duna mellett 3 hétig poroszkált, hogy lássa a két nagy lánchídi oroszlánt. Kedve támadt látni a fekete tengert, mit megsikálni még senki sem mert. Gondolta, majd végigutazik a Dunán, és beugrott a vízbe egy fényes délután. De csalódott volt, mikor odaért, hiszen ott nem látott semmi feketét. Mérgébe csak a hajókat leste, hogy melyik ér egy távoli kontinensre. És amikor odaért, tudott, hogy mit csinál. Bekente bagarollal egész Afrikát. Tóri Szófiát kérem, ő is mondja a verset. Tóth Elemér, Csali vers. Fogtam 3 kilós pontyot, pont itt, pont most, de nem elvitte a horgot, pont itt, pont most. A szívem ver, bim-bam, bim-bam, pont itt, pont most. Kisütöm majd vajban, zsírban, pont itt, pont most. Ugye mindenki hallotta, hogy mi az, amit közösen mondta. Pont itt, pont most. Ti is elmondjátok majd, ha kell? Anyukák is segítenek, apukák, nagymamák, jó? Elmondjuk még egyszer ezt a verset. Tóth Elemér, Csali vers. Fogtam 3 kilós pontyot, pont itt, pont most, de nem elvitte a horgot, pont itt, pont most. A szívem vár, bim-bam, bim-bam, pont itt, pont most. Kisütöm majd vajban, zsírban, pont itt, pont most. Nagyon szépen köszönöm. Most egy kis mese következik, elmondja Éva, ő is egy továbbjutó, nagyon tehetséges mesemondó. Sóki László, szélmese. A Nagyérháton túl, a kerek füzesen innen állt egy 3 ágú fűzfa, itt lakott a 3 testvér, a vihar, a szél és a szellő. Egy júliusi délutánon a vihar valamiért nagyon mérges volt. Fújtatott, morgott, de mert testvérei nem figyeltek rá, elüvöltötte magát. Én vagyok a legerősebb, előlem nem menekülhet senki. Amikor csak akarom, akkor tépem le a házam tetejét. Ti ketten együtt sem voltok olyan erősek, mint én. A szél ezt nem tűrte szó nélkül. Mit kiabálsz? Hiszen mindig én járok előtted, mikor tombolós kedvedben vagy. Utána is mindig nekem kell rendet raknom.
Miért nem szidod már inkább az öcsénket, a szellőt, aki csak lengedett, semmi egyebet nem tud? Így veszekedtek sokáig, ám a szellő erről mit sem tudott. A falu felett lengedezett, hogy enyhítsön meleget. A vihar és a szél oda süvöltött a lisznyáshoz. Szervusz, Torisznyás! Lefele a bíró! Torisznyás meghallgatta a testvérek panaszát, és így szólt. Nyughatatlan barátaim, én nem tudok köztetek igazságot tenni, mert maga helyén és idején mindhármatokra szükség van. Ez nem igaz, üvöltette a vihar. Milyen meseíró vagy te, ha még azt sem tudod eldönteni, hogy melyikünk a fontosabb? Úgy bizony, kiabálta a szél, és úgy ott hagyták Torisznyást, mint a piszkei kántor, a lakodalmi töltött káposztát. Torisznyás mosolygott egyet, rágyújtott a kis múlvei mágyfa pipájára, és arra gondolt, hogy bizony számára a kis szellő a legkedvesebb. És akkor még egy kis közös éneklésre szeretnék mindenkit megindítani, hogy senkinek sem idegen az a dal, hogy tavaszi szél vizet áraszt. Ha már találkoztunk a viharral, a széllel, a szellővel, akkor csalogassuk az enyhe tavaszi szellőt is. Mindenki ismeri, ugye? Mondhatjuk, hogy 3, 4. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom, minden madár társat válasz, virágom, virágom. Hát én immár kit válassza, virágom, virágom, te engemet, én téged. Nagyon szépen köszönöm, és jó kis szórakozást kívánok a mai délelőtre mindannyiótoknak. Nézzetek csak, hogy minek készülnek nektek. Egy kicsi névkártyák vannak itt, és szeretném, hogyha bemutatkoznánk egymásra, hogy megtudjuk, kinek milyen neve, kit hogy hívnak, és meg is jegyezzük ezt a sok új nevet. Kitesszük ide, kicsiptetjük a ruhátokra, hogy lássam, hogy hívnak benneteket. Jó? Megengeditek? Jó, akkor én kezdem a bemutatkozást, engem úgy hívnak, hogy Bachorec Veronika, és én mondok a nevem mellé, a Veronika mellé egy olyan jelzőt, ami nagyon jól jellemzi a mostani hangulatomat. Én vidám Veronika vagyok. Jó, megjegyzitek? Ismételjétek el? Vidám Veronika. Jó, ki az, aki bemutatkozik még nekem, és kikeressük a névkártyáját? Ki a legbátrabb? Ki a legbátrabb? Gondor, megpróbálod? Gyere, álljunk föl, jó? Úgy illik bemutatkozni, hogy kezet is fogunk egymással. Gyere csak ide. Az én nevem Vidám Veronika. Téged hogy hívnak? Gondor, kikeressük a kártyádat, jó? És a Kati néni, hogyha segít nekem, akkor ügyesebben fogunk haladni. De itt is van. Nézd csak, egy világjáró kis turista lettél, és itt fogod a stampainak az útjait lejárni, és én ide teszem, és nagyon illik a bulcsithoz. Szia! Ki lesz a következő? Lecsücsülhetsz. Gyere csak! Titanilla, és hogyan becézünk téged? Én múltkor már hallottam, hogy téged úgy szólítottak, hogy? Titi. Mondunk a te nevedhez is valamilyen jelző, hogy milyen Titi? Boldog. Boldog, jó. Köszönjük szépen. Konoknak elfelejtettünk jelzőt mondani, ugye? Leszel kedves konok? Kedves konok? Jó. Köszönöm. A lepottyam visszarakjuk. Na gyertek még bátran. Ki szeretne még jönni? Gyertek. Én vagyok a Vidám Veronika, szervusz.
üdvözöllek itt a stampaiban téged. Hogy hívnak? Legyen Zara. Zara. Na mondunk a te nevedhez is valamilyen jelzőt? Milyen legyen Zara, 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 próbáljunk meg. Fú, én nagyon szeretem a zenét, és én azt gondoltam ki, hogy legyél te a zenélő Zara. Jó? Tessék. Ki lesz a következő? Gyere csak! Vidám, Veronika vagyok, üdvözöllek, hogy hívnak? Csodálos Darinka. Darinka. Dö-dö-dö-dö-dö. Mondjunk tőle valamint. Derűs. Derűs Darina. Derűs, jó lesz? Oké. Okay. Tessék. Kinek lemattunk még? Gyere csak, Máté, gyere. Vidám, Veronika vagyok, hogy hívnak? Csodálom, Máté. Máté, milyen jelzőt mondunk neked? Merész? Merész vagy? Igen? Kimered próbálni az új dolgokat? Ezt a sulit is kipróbáljuk, jó? És jó lesz. Ki nem volt még? Hogy hívják? Én Vidán Veronika vagyok. Te vagy a Bella, hát boldogságos Bella leszel? Boldog? Boldog vagy? Látom, hogy mosolyog. Tessék. Na, mehetünk akkor sorba. Gyere csak. Gyere. Igen, hogy hívnak? Én Vidán Veronika vagyok. Noel. Szeretsz nevetni? Igen. Nevetős Noel leszel? Igen. És nem hozod itt a stampaiban. Tessék. Gyere, kis csillag, és nem is tudom a nevedet. Mondjad, hogy hívlak? Én vagy az én nevem Veronika. Téged hogy hívlak? Ki tud segíteni? Ő az Elif. Eszes Elif leszel? Eszes Elif? Hú, nagyon sokat kell tanulnunk ahhoz, hogy ilyen kis eszes Elifek szaladgáljanak itt. Szia! Alex, gyere csak Alex hozzám! Na, én vagyok a Vidán Veronika. Isten hozott, hogy hívlak? Alex. 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 Aranyos. Aranyos, Alex. Hát te tényleg aranyos vagy. Mert ide csiptetjük neked ezt a kártyát. Jó? Erre a mellékét. Aranyos, Alex. Gyere, gyere, Szabika. Akkor én oda megyek. Ő Szabik. Igen. Oda megyek hozzád. Én vagyok a Vidán Veronika. És tudod, hogy hogy hívnak? Kár Szabik. És én is megyek a testet. Áradhatod el a piklót, azért kezed fogod. Szerbusz, majd megváltozod. Téged hogy hívasz? Bátran fölállsz? Gyere! Gyere, ilyen férfiasan fogjunk kezed. Szerbusz, Veronika vagyok, a tétel lesz. Szebi. Szorgalmas? Szebi lehetném? Jó, te leszel a szorgalmas Szebi. Ide teszek a sebedhez. És van itt egy mikorunk, ugye? Gyere csak is, gyere. Szerintes, így meg is ölelnek. Hogy hívnak ti? Nikola. És így is szólítsunk, hogy Nikola vagy Nikol? Nikol, oké. Tessék, én vagyok a Veronika, azt tudtad, ugye? Hová tegyem el a gyönyörű pillanóra? És hogy felépett? Na, így a lepopjában visszarakjuk, jó? Mindenkinek lett még kártya, gyerek. Egy Hannát keresünk. Egy Hannát keresünk, gyere csak. Oda megyek hozzá. Gyere. Jó, na gyertek gyerekek, álljunk fel egy kicsit, jó? Sétálunk. Jó, kicsit mozogjunk, jó? Képzeljétek el, hogy a mai napon azért kaptatok ilyen kis felfedező turista táblákat, névkártyákat, mert a Kerekerdőbe fogunk utazni. Jó lesz ez? Igen. Kerekerdőbe. Most sétáljatok utána egy kicsit, itt a szőnyegen körbe-körbe, és fogjuk mondani azt, hogy sétálunk, erdőt, mezőt bejárunk.
Jó? Ismételjük utána, jó? Sétálunk, sétálunk, erdőt, mezőt bejárunk, dimbet, dombot megmászunk, most lassan fogunk, mert emelkedőre megyünk, jó? Emelkedő, emelkedő, és most begyorsítunk, mert lefele megyünk a lejtőn, jó? Lejtő, 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 és újra sétálunk. Sétálunk, sétálunk, erdőt, mezőt bejárunk, dimbet, dombot megmászunk, emelkedő, lassan megyünk, mert nagyon nehéz lejutni, emelkedő, emelkedő, és lefutunk a lejtőn. Lejtő, 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 lejtő. Na, csücsre ide körbe, és most szeretném, hogyha elképzelnénk ezt az erdőt. Képzeljétek el, hogy én látok állatokat is, csupa-csupa erdei állatot látok magam körül, és hogyha ide felnéztek a táblára, oda kicsit kitapasztottuk őket, mindegyiket próbáltunk olyan helyre rakni, ahol élnek. És most én olyat fogok nektek mondani, körülírom az egyik állatot, gondoltam egy állatra, ki kellene találni, hogy melyik állatra gondolok, jó? Nézheted a képét is, meg is fordulhatunk. Gondoltam egy állatra, és már meg is van. Ennek az állatnak négy lába van, az erdőben él, vörös a színe, hosszú lompos a farka, mondjátok? Róka. És pontosan a róka, és hogy mit tudnál a rókáról mondani? Milyen állat ez a róka? Ravasz bizony. Ide hozott nekem a rókát? Hát ide is hozhatod hozzánk. Jó? Hogyha szeretnéd, ide hozhatod magad. Ő a róka. Rókának tudunk tudjuk a hangját utánozni? Róka hangot tudunk? Nem igen. Jó, akkor ezt így. Hozzátok már ide, hát kutyával túrázunk. Nyugodtan. Ki hozott még állatkát? Ide hozhatjátok. Hanna hozott valami állatot? Nem hoztam. És szeretnél a kis rókával játszani? Gyere. Gyere ide közé, gyere, lehet, hogy kitalálod. Jaj, a kis Hermion tökéletes. Ő volt, a Noelna volt. Menj még, hozzad ide őt is. No, gondoltam egy állatra, nézzük csak. Ez az állat négy lábú, szintén erdei állat. Hosszú tapsi fülei vannak. Nyuszi. Nyuszi. Nem tudta, Nyuszi volt, hozzá ügyesen. Nyuszi hangot tudunk utánozni? Képzeljétek el, nekem van egy igazi törpe Nyuszi, fekete, mondják, hogy Gusztit, és ő nem mondja, hogy Nyusz-nyusz. Tudjátok, hogy mit mond? Így a orocskáját mindig így felhúzza, és próbáljuk meg azt utánozni? Olyanokat csinál, bizony, bizony. Már is megyünk oda dolgozni, és mi itt tanulunk, mi itt tanulunk. Haj, te izgatod, az nagyon jó. Jó, Nyuszi félénk állat, ugye ezt tudjuk róla mondani. Gondoltam egy állatra, na akkor a Szebinek mondom, hogy figyeljen, hogy melyik lehet az. Gondoltam egy állatra, ez az állat erdőben él, repül, szárnya van. Madár. 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 Nem tudjuk, mert van ott több madár. Ő a fák doktora. Bakoly! Fakopács! Fakopács! Bizony, hozzád ölt újra. Az arra nagyon-nagyon ügyesen eltalálja ezeket az állat. És bátor főleg, ugye? Másokos is van, csak van, aki félénk. Gondoltam egy állatra, ez az állat, erdei állat. Szúros a pest. Sűrű, sűrű, kijelezted most az arát. Végképp nem baj. Sűrű,
Tündi hangot se tudunk, úgy rázik csak az orrocskáját, tudja felhúzni. Gondoltam egy állatra, ez az állat négy lábú, az ágokon tud ugrálni, szereti a magot. Nem őrzik el. Magoly! Még egy, ez az állat négy. Mókus. Mókus bizony, hozhatod, Szofi. Ki mondta még itt, valaki mondta már a mókust, ugye? Mit tudunk még a mókusról mondani? Mit szeret a mókus? Makkol. Makkol bizony, hogy gyűjtögeti, ugye? Ilyen gyűjtögeti. Igen. Gondoltam egy állatra, ez az állat négy lábú, és hosszú lompos farka van. Farkas! Igen, de itt volt mellettem, a Bella mondta hozzá, ő volt a leggyorsabb most. Mit tudunk a farkasról mondani? Melyik mesében szerepel? Piroska és a farkasban, ezt ismer mindenki, ugye? Mindenki most kiválaszt egy dolgot, hogy mit visz magával az erdőbe. Én. Jó? Akkor kezdette? Jó. Akkor úgy fogod kezdeni a mondatot, hogy én viszek magammal, és mondhatod, hogy innivalót. Jó? Én viszek magammal az erdőbe innivalót. Én viszek az erdőbe innivalót, és ennivalót? Oké, és ennivalót. Titi, te mit viszel az erdőbe? Ismételjük meg. Én viszek az erdőbe. Mit mondott a Sofika? Innivalót, ennivalót, és kekszet. Hát az jó jön egy őzliszele. Honor mondhatja, te mit viszel az erdőbe? Ismételjük meg a Sofikát. Mondod. Kamar. A Sofika mit mondott? Innivalót, ennivalót. A Titi azt mondta, hogy kekszet. És te mit viszel magaddal? Csokit? Jaj, de jó túrázós csapat jött itt össze. Éhen nem halunk most már, ugye? Nikol, te mit viszel magaddal az erdőbe? Próbáld meg visszamondani, amiket a többiek mondtak. A Sofika azt mondta, hogy? Innivalót. A Szebi azt mondta, hogy? Kaját. Ennivalót. A Titi azt mondta, hogy kekszet, a Connor visz magával az erdőbe. Csoki. És te mit viszel? Csoki. Még egy csoki? De milyen? Milka? Sima csoki. Oké. Okay. Zara, te mit viszel magad el az erdőbe? Mondjuk. Sofi. Innivalót. Ennivalót. Kekszet, csokit, és egy? Milyen csokit? Sima csokit. Oké, és te mit viszel? Kutyát. Te viszed a kutyádat. Hogy is hívják a kutyádat? Bodri kutyáját elviszi az ára. Márti, mit viszel az erdőbe? Sofika azt mondta, hogy innivalót. Jó, de próbálja meg a Márti visszaemlékezni. Innivalót. Ennivalót, ügyes vagy. Kekszet. Csoki. Csoki. Sima csoki. Milyen kutyus is? Bodri. Bodri kutyát. És te mit viszel magaddal ebbe az erdőbe? Mire lesz szükséged út közben szerinted? Ezt a sok holmit mibe rakjuk bele? Táska. Milyen táskát viszünk az erdőbe? Hátizsákot, jó? Okay. Én elmegyek az erdőbe és viszek magammal innivalót, ennivalót, kekszet, csokit, sima csokit, a bodri kutyát, egy hátizsákot, és viszek magammal egy távcsövet. Jó? Te mit viszel, Bella, magaddal? Na, ismételjük vissza ezt a sok-sok mindent. Innivaló. Ennivaló. Keksz. Csoki. Sima csoki. Bodri kutya, nagyon jó. Hátizsák. Hátizsák. Én pedig egy
Távcsövet. És te mit viszel? Kettő kutyát. Kettő kutyát? Hát és őket hogy hívják? Poppy meg a kedvenc. Poppy és a? Kedvenc. Az a neve, hogy kedvenc? Élő kutya, vagy ilyen plusz kutyus? Élő. Nagyon érdekes nálam. Noel, te mit viszel magaddal az erdőbe? De mondjuk azt... kis rókát. Oké, okay. Mondjuk akkor sorban mindent. Szofi, mit visz? Inni. Inni valót, a szebi víz. Segítsünk neki, jó? Enni valót, a titi víz. Kekszelt, azt megjegyezted, szuper. A Connor viszi a csokit, a Nicole viszi a sima csokit, a Zara viszi a bodri kutyáját, a Máté bepakol a hátizsákba, én viszem a távcsövet, Bella viszi a kedvenc kutyáját és a miért is Poppy kutyáját, és te pedig viszed a kisrókádat és a hernyódát. Nagyon jó. Na, rögtön a végére érünk. Darina, te mit viszel az erdőbe? Mondjuk el ezt a sok mindent, és addigra még kigondoljuk, jó? De akkor mondjuk közösen. Innivalót, ennivalót, kekszet, csokit, sima csokit, bodri kutyát, hátizsákot, távcsövet, kedvenc kutyát, Poppy kutyát, kis hernyót és a kis rókát, és te mit viszel magaddal? A macskámat. Macskádat elviszed? Nem fog elkoborolni? Nem? Hogy hívják a cicát? Kicsi. Szofika, ezt a sok-sok mindent egyes-egyedül el tudod mondani? Na majd próbáld. És a kismajom, és így megtapsollak téged. Hát fantasztikus ügyes voltál. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok, gyerekek. Na, itt vagyunk a patakon, jó? Én átvitegetem a bóját, jó? Bójalépésbe magasan. Nemhogy belekotkanok itt a vízbe. Gyertek csak lassan utána, jó? Átjutunk a patakon. Szuper. És most a kanyargós ösvényt is megcélozzuk. Nem léptek le róla? Pontosan itt vagyok ezen a kanyargós úton. Jó, akinek pici lába van, az fogja az ötet. A kicsi kutyákat is hozzuk magunkkal, ugye? Jó. És most itt beleugrok páros lábbal ezekbe a kis kupacokban. Itt, gyere, oké. És ide jöttünk a kidőlt párhoz, itt viszont így oldalazza fogom átérdegetni őket az árkon, bokon, megyünk tovább, gyertek csak, nagyon jó oldalt meg. És vissza, ide is értünk, visszajöttünk ide az erdőbe. Mi lehet ez? Láttatok már ilyet? Hegedű. Ki volt ez az okos, aki felismerte? Darina. Láttál már igazi hegedűt? Igen, hallottad is, hogy már valaki játszott? Nézzétek, milyen csodálatos bársonyod a karmolya van. Őre nagyon kell vigyázni. Kinek? És tud is rajta játszani? Jaj, de jó. El is jönne ide hozzánk, Ebben a hegedűben itt lakik a medve papa. Figyeljétek csak, és próbáld meg elképzelni.
erdőbe, itt lakik a medve mama, megy a medve papa után. És a medve bocsok szaladnak utánok. És képzeljétek el, hogy megkergetik őket a méhek. Na, még egyszer megmutatom. Medve papa. Medve mama szalad utána. És szaladnak a kicsi bocsok. És mindenki rohan, mert kergetik őket a méhek. Varázslatos ez a hegedű? Képzeljétek el, hogyha benne pillanatotok, de nagyon óvatosan. A hegedűnek van lelke is, ott benne. Nézd csak, ott a lelke. Magadba, és lehet, hogy eszedbe jut, hogy melyik lesz az, jó? Lassan fogjuk énekelni. Próbáljuk meg így, lassan. Lassan jár a csika, zika, táskájában ellenség. Várja otthon lánya, fia, csika, bika, feleség. Most próbáljuk gyorsítani, jó? Gyorsan jár a csika, bika, vár, nem várja. Táskájában ellenség, nem várja őt lánya, fia, csika, biga, feleség. És a fakopások kopogja a hátatokon, jó? Mert kitaláljátok, hogy mennyit kopácsol. Ezt a hegedűt itt hagyom a közébe. Gyertek csak ide körbe, jó? Úgyhogy el tudjak mögöttetek menni. Én leszek a fakopáns. Akinek a háta mögött megállok, az nagyon-nagyon figyel, hogy mennyit koppantok a hátára, jó? És amennyi koppantást érez a hátán, az a valaki, akit most gyógyít a fakopáncs, annyit kell tapsolnia, jó? Megpróbáljuk a kamaron. Elengedhetitek egymás kezét. Jó érez ki, hogy mennyit kopácsolok a hátára. Amelyik koppantást éreztél. És meg is volt a három. Nagyon jól megérezted. Megyek tovább. Figyelj. Ügyes voltál. Fogjuk hangosan számolni, amennyit a csolást hallunk, jó? Na figyeljetek. Szofinál megállok. Jó, figyelj, mennyit kapantok.
kettő, három, négy. Nagyon ügyes vagy. Megyek tovább. Na, megállok itt a szepén. Jó, figyelj, mert sok lesz. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Hét volt. Hét volt, nem baj. Na, megyek tovább. Nem jártam még Nikolna. Egy, kettő, három, négy, öt. Oké, szuper rendben megálltál, öt volt. Összekötős És jöhetek most már oda anyához. Anyának, adjának. És színezzétek ki, gyerekek, ezt a koffert, jó? És azt a zsákba macskát még lássétek meg, hogy mi lehet benne. Tessék, örülök, hogy itt vagy köztünk. Nézzed majd meg, hogy mi van benne, jó? Örülök, hogy itt vagy köztünk. Lássétek meg, mi minden van ebben a kofferben. Tessék, Csaba. Yes.
Milényi Váci, Ponti Terasna, mind a priestolov, obecné knižnice Jánoša Štampajho 10. dňa 10. apríla uskutočnila prezentácia knihy autora Tibora Somolajho s názvom Markerešel. Most pedig, kedves nézőink, tartsanak velünk a Stampai János községi könyvtárunkba, ahol április 10-én a Párkereső című legújabb könyv a szerző által, azaz Somolai Tibor könyvbemutatójára került sor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt polgármester úr, alpolgármester asszony, hivatalvezető asszony, kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy velünk tartotok, tartanak a mai nap, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Somolai Tibor írót, akit szerintem nem kell bemutatni, mert már több alkalommal járt itt nálunk, találkozhattak vele az előző könyvei bemutatóján, és most át is adnám neki a szót, hogy mutassa be legújabb szerzeményét, a Párkereső című könyvét. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek jelenlétükkel ezen a könyvbemutatón. Vágjunk is bele, nincs más hátra, mint fejembe csapni a nagyot mondó kalapot, és elmesélni, hogy milyen körülmények között született meg a Párkereső című legújabb 5. regényem. Hát ugye, ha végignézünk az életművemen, akkor láthatjuk, hogy ha valami összeköti ezeket a könyveket, akkor az mindenképpen az, hogy ilyen bizonyos problémás ügyeket dolgoz fel, problémás ügyeket karol és ismertet. Ott a fáklya a felvidéki szágában leírt szlovák-magyar együttélése volt mindig annyira zöggenőmentes. Hát a fáklya vívőben körüljárt egyházi ügyek, papok, hit, egyház, ott is akadt időnként némi föltárnivaló, hát nem beszélve ugye a klán, a maffia és politika együttműködése, az aztán a igazi nagy problémás ügy. A cigány útonnál még elég a címét elmondani, azt nem is kell rá többet. Több szót vesztegetni. Hát amikor elkezdtem írni a 5. regényemet, kérdik tőlem a cimboráim, hogy no, ez most miről szól? Kikről ír? Mondom, a nőkről. Atya úristen, ha meg vagy te bolondulva, hát hogy mersz ilyen témába belefogni? Hát mindez semmi, amit eddig csináltál. Szlovákokról rosszat írsz, a legfőjebb nem kapsz dotációt könyvkiadásra. A rosszat írsz a papokról, a legfőjebb kiátkoznak. A gengszterek, hát fölgyújtják autóra, cigányok, kapsz a pofádra. De nők, hát vékony csíkokba fogják leszedni a hátadról a bőr, csak merészelj szembeszállni velük, merészelj ujjat húzni velük. De megnyugtattam őket, hogy nem kell itt izgulni, hát én mindig is szerettem a nőket, nem most fogok velük de rosszba lenni, nem most fogom velük összerúgni a port, úgyhogy csak nyugalom. Hát így is lett, tehát a nőkről írtam az 5. regényemet, de mégiscsak valamiféle problémát dolgoztam fel. Úgy se vehettem volna a vállamra azt a terhet, hogy az összes nőről írjak, hát az bárkinek hatalmas nagy lehetetlen falat lenne. Hát nekem is megragadta a figyelmemet az, hogy az utóbbi időben egyre több a vállás, egyre több férfi és nő marad egyedül, pár nélkül, 50-es, 60-as éve, tehát érett korára, és hát elkezdtem körüljárni ezt a problematikát, és hát oda jutottam, hogy ezzel bizony érdemes foglalkozni. Egyébként az is összeköti a regényeimet, hogy ilyen mindegyikben sok önéletrajzi elem van, és hát ebben a Párkeresőben is, ez minden további nélkül elmondható, hiszen a utóbbi 5-6 évemet én is társkereséssel foglalkoztam, úgyhogy hát majd a eredmény a végére kiderül. Egy szóval azt mondtam, hogy regényt írok a 50-es, 60-as asszonyokról, és
a társkeresés legmodernebb formájáról, amit nyugodtan nevezhetünk ki internetes társkereső programok, hiszen ez az, ami úgy nagyon fölfutott az időben. De vizsgáljuk meg, hogy miért is áll elő ilyen helyzet, hogy egy asszony, mondjuk 55-60 éves korára egyedülálló legyen a társ nélkül már. 20-22-23 évesen férjhez ment valakihez, szült 2-3 gyereket, mire 26-27 éves, fölnevelik az urával együtt, élik az életet, kialakítják a családot, házat építenek, autót vesznek, a gyerekeket nevelik, és mire a gyerekek elérik a legfiatalabb is 26-27 éves kort, akkor elrepülnek otthonról. Hát, ugye, manapság már azért az a jellemző, hogy nem maradnak otthon, sőt, nagyon távolra is elszállnak, minden erre biztatja őket, menjetek próbálni szerencsét a világban. Kirepültek a gyerekek, és előáll az a helyzet, hogy hát az asszonyka ott van, ugye, kerülgetik egymást az urával a házba, és akkor elkezd gondolkozni, hogy most mi legyen velem, mi az én feladatom egyáltalán a következő évekre, évtizedekre. Valamikor régen ez nem okozott problémát, hisz ilyenkorban már jöttek az unokák, és amikor még együtt laktak, több generáció is, akkor a nagyanya ugye, elkezdett foglalkozni az unokákkal, hogy a fiataloknak megkönnyítse a sorsát. Így voltunk mi is alsó szelibe, hát hátul laktak a mamáék, elől laktunk mi középen a nagybátyám még, ugye, és a anyámnak éppen nem akadt ideje velünk foglalkozni, akkor futottunk a mamához, vagy ángyihoz, az kent nekünk egy legváros kenyeret, és megint áttétük a következő néhány nehéz órát. De ma már ez nincsen. Eleve kevesebb unoka születik. Alig születnek gyerekek, azok is valahol távol született egy, de Kanadába, vagy Ausztráliába, vagy Angliába, ahova kimentek a fiatalok szerencsét próbálni. Hát, mi meg itt maradtunk az urammal. Hát szerencsés az az asszony, ugye, akinek jó párkapcsolata volt, aki azért nem esik kétségbe, majd mi itten a férjemmel el leszünk, de hát azért vannak olyanok is, nem is kis számban, aki azt mondja, hogy hoppá, hát én nem biztos, hogy olyan rossz ez a helyzet, hiszen eddig még sosem volt időm és lehetőségem saját magammal foglalkozni. Na de lehet, hogy most jött el az én időm. Hát eddig hozzámentem a uramhoz, őt körülött ellátnom, jöttek a gyerekek, velük foglalkozni, főnevelni őket. Én aztán kirepültek, most meg itt állunk, de így legalább előttem az élet. Most aztán megvalósíthatom az összes titkos vágyamat. Hát az elhatározás megszületett, na de hát hogyan fog ez megtörténni? Erről felvetődik a kérdés, hogy na igen, de ehhez az új élethez szükségem van az én férjemre, az eddigi férjemre. Hát ugye, boldog, aki azt mondja, hogy természetesen, és eddig is jól megvoltunk ezután is. Na, de rengeteg asszony van olyan, akinek azért az utóbbi 25-30 évben sikerült a férjét megunnia, talán megorolnia rá, esetleg megutálnia, vagy meggyűlölnie. Hát ez azt mondja, hogy dehogy viszem ezt magammal, minek? Koloncnak? Eddig sem volt sok haszon belőle, a gyerekeknek a nevelésében nem segített bele semmit, ha ezen múlt volna, még most is csak fél évesek. Úgyhogy szó se lehet róla, ilyen, már amúgy is tévedtem, amikor hozzámentem, mert akkor még tapasztalatlan voltam, fiatal, eszetlen lánka, beleszerettem a nézésibe, még a járásába. De amúgy, hát jobban meg kellett volna nézni, de nem baj, mostanra már mindent tudok, okos és tapasztalt vagyok, ezt nem, ettől ezt leadjuk, de mindenképpen majd másképp fog kinézni a következő társ. Ha lesz olyan, mert ugye elválunk, ez már megtörtént. No de akkor ott van a másik kérdés, hogy na jó van, ez a férfi nem kell, fajankó el, de vajon kell egyáltalán fél?
férfi a következő évekre? Hát erre csak két válasz lehetséges, egyik az, hogy nem, a másik meg, hogy igen. Hát az az asszony, aki azt mondja, hogy nem, azt ott nagyon megbánthatták a férfiak előző eddigi életében, eddigi évtizedek alatt. Mocskos disznó mindegyik, én rám többet, rám nem teszi a kacliát egyik se. Elég volt belőlük, tehát ő nem fog keresni férfit magának, és mi nem is találkozunk vele a következőben, hiszen mondtam, hogy társkereséssel fogunk foglalkozni, ő majd el lesz valahogyan a nők között, vagy a énekkarban, vagy a varrókörben, vagy akárhol, vagy csak egyedül sorozatokkal. Úgyhogy, de azért ehhez az asszonyhoz szólnék párat, nem vagyok biztos benne, hogy olyan bölcs döntést hozott. Hát ugye azért az Úr is megmondta, hogy a férfihoz asszony tartozik, az asszonyhoz pedig férfi. Amen. Az Úrnak a szavát nem szoktuk kommentálni. Nem bölcs dolog az. Lehet ugyanaz ő szándéka ellen dönteni, de annak majd meg lesz a következménye, az biztos. De ha valaki így dönt, rendben van, menjen, nem foglalkozunk vele. Vele nem találkozunk majd a internetes társkeresőkkel. No de ott a asszonyoknak a másik fele, gondolom, hogy a jóval nagyobbik része. Mi az, hogy kölle férfi? A kérdés ez egyáltalán, ahogy ne kéne. Fiatal asszon vagyok én még, egy éjjel háromszor is átugrom a tüzet. Csak legyen, aki kellőképpen igazgassa a mágiát, és rakja a parazsat. Úgyhogy, hát ezek azt mondják, természetesen szerzünk férfit magunknak, de olyat, ami hat nyelven beszél, és egyszerre három fehér lovon érkezik. Úgyhogy elhatározás megszületett. A férfi szerzésének 100 és 1000 módját ismerjük, hát ezt már a ősember is űzte, még a kőbaltás korszakban. De most ezzel ne foglalkozzunk, azokat már kellőképpen kivesézték a eddigi írók, eddigi asszonyok és eddigi férfiak. Most foglalkozzunk kizárólag a legmodernebb dologgal, a internetes társkereső programokkal. Az asszonyka hallja, hogy hú, de ez is találtott párt magának, az is találtott párt magának. Ő is kedvet kap, bejelentkezik, és elkezdődik a társkeresőn lévő élete. Hát így kerülnek az asszonyok a társkereső programokra. Hogy kerülnek oda a férfiak? Hát, ugye, itt hadd ne beszéljek általánosságba, hadd meséljem el inkább a saját példámat, hiszen itt azt ismerem a legjobban, és nem is fogok tévedni benne. Hát ugye én kétszer voltam nős, eléggé el nem ítélhető módon, mind a két házasságom válással végződött. A második 10 évvel ezelőtt, 52 éves koromban elhagyott a nejem, és hát egyedül társ nélkül maradtam. Nem azt mondom, hogy nő nélkül, mert unga-bunga azért mindig akad, arra azért nagy figyelmet szenteltünk, hogy a bepókhálósodásnak ne adjunk túl nagy teret. Úgyhogy mindig volt kihe nyúlni, ahogyan a faluban szokták mondani. Úgyhogy hát úgy el voltunk, elszórakozgattunk néhány éven keresztül, de aztán egyszer csak mégis úgy tűnt, hogy jobb lenne, ha lenne egy stabil társam. Szükségét éreztem annak. Hát ennek megvan a maga kis története, ugye meghívott lakodalomba, szülőfalomba, Alsószeribe egyik régi ifjúkori cimborám. Hát örültem neki, hogy hazamehetek, én akkor már ugye Rimaszombatban éltem távol. Mondom, de jó lesz, meg leülhetünk, megizunk ezt azt, tivornyázunk egy igazit amolyan szeli gyerek módjára, elénekeljük a régi nótákat. Na de hát, rég voltam úgy is otthon. És akkor elbeszélgetünk, azt kérdezem, hogy hát kik jönnek. Elkezdi sorolni, hogy a Gyöngyi jön a Lajossa, Józsi a Juliskával, Jancsi a Mariskával, hallgatom, mondom, atya úristen, hát ezek mind párba jönnek. Én meg? Ott fogok egyedül üdögélni? Hagyom, milyen lagzi lesz ebből? Annyira fölhúztam magamot, hogy úgy döntöttem, hogy el sem megyek erre a lagzira. Hát nem is mentem. Hát minden esetre lett egy kis haragszomrát belőle, de én már másnap akkor eldöntöttem, hogy nem akarok ilyen helyzetbe kerülni, mindenképpen kell egy stabil társ. Elég volt már úgyis a nagy szaladozásból.
Egy stabil asszonyt, akár egy harmadik feleséget is el tudtam képzelni. Hát amikor elmondtam ezt a haverjaimnak, mondtak meg, hogy bolondul, mindenki válni akarta, megnősülni. Mondtam, jó van, hát most, hát ha harmadik a magyar igazság valóban, és akkor ez kégyen... Na, szóval nem adtak nagy reményt nekem, meg nagy bíztatást sem, de hát én azért nem szoktam figyelni másokra. Neki álltam átgondolni, hogy ki is lehetne alkalmas, megfelelő, hosszú távú társnak. Összefutok az egyik régi egyetemista haverommal, akiről tudtam, hogy 3 éve megözvegyült. Na mondom, van valakit? Van. Komolyan mondom, hát kicsoda, micsoda, mesélj. Hát egy anyaországi asszonyka, azt mondja, úgy vagyunk együtt, egyik hétvégén ő jön hozzám, másik hétvégén én megyek ő hozzá. Amúgy éljük eddig életünket, én viszem tovább a itteni vállalkozásomat, ő tanít a helyi gimnáziumban. Nem mondom, is el lehet lenni, kezdetnek minden esetre sokkal jobb, mint a semmi. Majd ki lehet ezt fejleszteni. És mondom, hogy találtál rá? Hát azt mondja, hogy internetes társkeresőn. Komolyan mondom, na elkezdett érdekelni a dolog, és melyik programok? Hát ugye elittárs. Elittárs, mondom, hallottam róla, az igaz. Meg amúgy is, hát az ember, ha melyik társa van, vagy akár felesége van, meg még akármilyen boldog párkapcsolata, akkor is ott a internet, ugye számítógép, hát már csak belekukkant, hogy mik is vannak, milyen csodák vannak ezeken a társkereső programokon, körülnéz minden. Hát én is körülnéztem, de nem voltam valami nagyon elragadtatva, szerintem rosszul működtek ezek a programok. De mondja a haver, megnyugtatott, ne félj, a elittárs másként működik, próbáld ki azt. Látod, én is szerencsével jártam. Rendben mondom. Mit veszíthetünk? Másnap befizettem ilyen fél éves VIP hozzáfizetés, mit tudjam én, 25 euró. És elkezdődött a internetes társkereső platformon lévő életem. És nem is mondok többet róla, mert szerintem nem is érdemes. Ez a mese hadd végződjön így, hogy igen, megtalálták és megszerették egymást, összegyűjtöttek, és aztán boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Köszönjük a szerzőnek, Szomolai Tibornak a legfrissebb érdekfeszítő könyvbemutatóját kerül úton. Nem tudom, hogy hányadik alkalommal, de lehet, hogy 5, ugye? Sőt, valószínű. Lehet, hogy összetudnánk számolni. Biztos összetudnánk, mert én vezetem. Na, sőt, napra pontosan. Valószínűleg itt is meg kéne krónikában lennie. Tehát köszönjük szépen, és gratulálunk. Nem csak a könyvhöz, Ildikóhoz is. Köszönjük szépen. Majd át az Minigi Váci, Mátnie Stolov Všetko, lúčime sa s vami. Máte sa krásne, dovidenia. Kedves nézőink, mára ennyi volt, búcsúzunk Önöktől, szép napokat, a viszontlátásra!